Ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdetetett nekünk. Péter apostol első leveléből, az első fejezet 25. versében köszöntöm szeretettel a testvéreket, Szent Háromság ünnepe után első vasárnapon. Isten hív minket. Ez a gondolat vezet végig a Szent Háromság ünnepe utáni vasárnapok első részében. És a mai napon ez a mondat szólít meg, figyelj a hívó szóra. Olyan Isten megszólít bennünket, nekünk erre a megszólításra figyelemmel kell odafordulnunk. Így hangzik majd Ézsaiás proféta könyvében ből is Isten igéje. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek a következőket. Két halottunk is van. Elhunyt Lenc László, Vonyhádi lakos, 66 esztendős korában. A temetése pénteken volt itt a Vonyhádi temetőben. A családdal való megbeszélés alapján megemlékezés egy későbbi időpontban lesz. És szomorúan hirdetem, hogy elhunyt Virt János testvérünk, Johann Virt, 83 éves korában, szintén Vonyhádi lakos. Az ő temetése egy későbbi időpontban lesz, a család éten tud intézkedni. Isten vigasztalása legyen gyászó családokkal. Értettem azt, hogy a mai Isten tiszteletünk elején és majd imádságban is kitelepített, előzött testvéreinkre emlékezünk. Mindaz, amit a trianoni béke diktátum erre az országra kényszerített, és amelynek folyamányaként nehéz helyzetbe kerültek nemzetiségek, nem magyar anyanyelvűek, többek között Vonyhádi evangélikus testvéreink, indítson arra minket, hogy bűnbánat találjunk meg a Szent Háromság egy Isten előtt. Így állunk meg majd az emléktáblánk előtt is, amikor emlékezünk ezekre a testvérekre, akik magyarnak vallották magukat, a hazájukat, mégis elűzték őket arról a földről, ahol születtek, ami a hazájuk volt. Isten vigasztalása legyen mindannyiunkkal, akik emlékezünk. Ugyancsak a mai Isten tiszteleten az ökumenikus tanács felhívása alapján szeretnénk megemlékezni a járvány áldozatairól is. Így az imádságban is megemlékezünk róluk, illetve az Isten tisztelet végén majd a harangszó is felhangzik értünk. Örömmel hirdetem, hogy Kovács Tamás és Szanyi Gréta házasságukra Isten áldását kérik szombaton délután 4 órakor itt a templomunkban. Isten áldása kísérje valóban fiatal testvéreink közös életét. És két programra is hadd hívjam fel a figyelmet. Június 18-án este 6 órától a Kávészünet együttes koncertje lesz hallható a Vonyhádi szabadtéri színpadon, a Kaszinókertben. Gyülekezetünk szervezi ezt a koncertet a Vonyhádi nyári esték programsorozat keretében. Régi és kortárs magyar költők versei hangzanak majd el, talán az ifjúság számára is sokkal inkább érthető zenei nyelven, mai kor zenei nyelvén. Hívogassunk minél többeket erre a koncertre. És végül egy táborra hadd hívjam fel a figyelmet, július 16-ától 18-áig Várraján családos tábor lesz. Erre jelentkezni a lelkészhivatalban vagy a tábor Facebook oldalán lehetséges. Hívogassunk minél többeket erre a táborba is. Isten áldása legyen a mostani Isten tiszteletünkön. Az Isten tiszteletet majd a 65-ös énekkel kezdjük meg, a 8-as liturgiához lapoztunk azt követően, de most a német önkormányzat képviselőivel és a gyülekezet elnökségével megkoszorúzzuk az emléktáblánkat.
Így szól az Úr. Boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja. Mert megmenti a segítséget kérő szegényt, és a nyomorultat, akinek nincs segítője. Megmenti a nincstelent és a szegényt, a szegény embereket megsegíti. Elnyomástól és erőszaktól megváltja őket, mert drága számára a vérük. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn wird den Armen erretten, der Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Wird gnädig sein, der den Geringen und Armen, und den Armen wird helfen. Wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist wert geachtet vor ihm. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mikiás prófita könyvében olvassuk a második fejezet 9. versében. Népem asszonyait kiűzitek kényelmes otthonukból, gyermekeiktől elveszitek ékes országomat örökre. Ihr treibt die Frauen meines Volks aus ihren Lebenhausen und nehmt von ihren Kindern meinen Schmuck auf immer. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, emlékezzünk azokra, akiknek országát, házát, hazáját elvehették, de a Krisztusban nyert örökségüket, az örök életet nem. Isten áldja meg azokat, akik ma emlékeznek itt Bonyhádon. Áldott legyen mindenki, aki ezelőtt az emléktábla előtt megáll, és áldott legyen mindenki, aki emlékezik az elhurcoltakra, kiűzöttekre. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, nyugodjék meg azoknak emlékén, akiknek életét, földi boldogságát elvették, de a Krisztusban kapott örök életüket el nem ragadhatták. A békesség jelképe legyen közöttünk ez az hely, és rajta keresztül is erősödjön haza szeretetünk, és épüljön Krisztus egyháza a Szentlélek által nemzedékről nemzedékre. Amen. Most pedig helyezzük el az emlékezés koszorúit. Az Isten tiszteletet a 65-ös számú énekünkkel kezdjük meg. Thank you.
Szívem örül a te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem, a te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemmel.
mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, azokat az igéket, amelyeket megírva találunk az Új Szövetségben. Az első levélbeli igénk János apostol első leveléből, a 4. fejezet 16. versétől a 21. versig. Az 58-as énekünk 4. versének eléneklése után pedig hallgassuk meg az ünnep evangéliumát. Lukács evangéliumából a 16. fejezet 19. versétől a 31. versét a következő. Isten szeretet, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tartunk, hogy aki innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, s onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszél a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak profétáik. Hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta. Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha halottak közül még valaki, hozzájuk, akkor megértenek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a profétákra nem hallgattak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottat.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 232-es énekünket énekel.
Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, azt az ószövetségi szentigét, melyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, a 42. fejezet 18. versétől a 21. versét a következő képben. Így szól az út. Ti süketek, halljatok. Ti vakok, nézzetek föl és lássatok. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá. Nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Talán az elmúlt időszakban sokkal többször és sokkal inkább megértük azt, hogy mit jelent az embert valami nagyon váratlan rossz helyzetén. Amikor az ember rá kell döbbenjen, hogy ebben a világban nincs a kezében mindaz, ami történni fog, nincs a kezében a jövő. És így próbáljuk megérteni azokat a nehéz, sokszor fájdalommal teli helyzetet, amiben megpróbálunk kapaszkodókat keresni. Ezekben a helyzetekben vetődnek fel nagy kérdések, a miértek kérdései. És ebben a helyzetben vetődnek fel azok az életkérdések, amelyek az Istennel való kapcsolatunkra kérdez rá. Hol volt Isten? Hol van az Isten? Talán ismerős kérdések, amik körülöttünk nagyon sokszor felhangzanak. Izrael népe, amikor ez az ige elhangzik, fogságban van. Fogságban méghozzá Babilonban. A babiloni birodalom nem csak elpusztította Jeruzsálemet, nem csak lerombolta a templomot, hanem az ott élőket, főleg jeruzsálemieket fogságba vitte több száz kilométerre keletre. Ott kellett letelepedniük, ott kellett új életet kezdeniük. És persze, hogy számukra is felvetődött az, hogy vajon hol van ilyenkor Isten. Egy olyan népről beszél Ézsaiás proféta, amely keresi az Istent, amely keresi azt, hogy hol van az ő életében Isten, amikor Isten végig ott volt. Gerhard von Rád írja, történelmi tervben, amelyre kivetül a feszültségekkel teli konfliktus, Jahve az ő népére van utalva, mert Izrael az ő tanúja. Gondoljunk bele! Isten egy népet választ ki arra, hogy ez az nép legyen az, aki az ő nevét megismerteti ebben a világban. Ezt a népet végig vezeti, egészen Egyiptomból, az egyiptomi szabaduláson keresztül, a pusztai vándorláson keresztül, egészen az ígéret földjéig. És nekik adja ezt a már ősatyáknak ígért földet. Végig láthatták, végig tudhatták, hogy ott van velük Isten. És mégis elvették. És mégis a már berendezkedett nép a maga életében sükette és vakká vált az Isten szava. Nem hallották meg Isten szavát, bár a proféták újból és újból mondták. Nem látták Isten cselekedeteit, pedig Isten akkor is ott volt, és akkor is cselekedett közöttük. És az egészből mégis azt a kérdést vonták le, hogy vajon hol van az Isten. Szeretett testvéreim,
furcsa egy küldött, furcsa egy kiválasztott ez az Izrael népe. De vajon nem vagyunk-e sokszor mi is hasonlóképpen? Vajon nem vagyunk-e mi is sokszor hasonló helyzetben? Sok idős ember legfőbb témája, ténykedése az, hogy feleleveníti a régi dolgokat. Megpróbálják elmesélni, talán újból és újból elmondani azt, hogy mi volt régen. És milyen jól tennénk mi a következő nemzedék, talán a legfiatalabbak is, ha figyelnénk ezekre a dolgokra, hiszen megismernénk azt, hogy mik történtek az őseimmel, mik történtek az előző generációval. Pontosan azért, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk. Hogy meg tudjuk fogalmazni a személyiségünket, az identitásunkat. És pontosan így tudjunk a jövő felé nézni. A régi tapasztalatok mindig rávilágítottak arra, ahogyan az Úr vezette az ő népét, akár a szolgaság házából, sasszárnyon hordozta és vezette népét a Kánaán felé, és ezt Izrael népe az ünnepekhez kapcsolódóan újból és újból el is mondta. Ezek az ismétlések próbálták rögzíteni Izrael népének fejében, emlékezetében azt, hogy hogyan van jelen Isten. A múltra való emlékezés építi a jövőt. Megmagyarázza a jövő történéseit. Igen, mi pedig feltesszük a kérdést, hogy hol van Isten. Nagyon sokszor próbáljuk ezt a világot úgy látni és úgy szemlélni, hogy szinte csak a rosszat vesszük észre benne. Csak azt látjuk, ami el van rontva. Általunk, emberek által. Semmi nem jó úgy, ahogyan van. És Isten tetteiből sem azt nézzük, hogy mennyi mindenen keresztül segít meg bennünket az Isten. Hanem sokkal inkább ezeket a jól ismert kérdéseket tesszük fel. Ha lenne Isten, nem engedné meg ezt a sok rosszat, hogy megtörténjen. Szeretett testvéreim, azt gondolom, hogy észre kell vennünk, ahogyan Isten megszólít bennünket. Észre kell vennünk, ahogy Isten újból és újból megpróbál bevonni bennünket az ő jelenlétében. Jézus nem véletlenül fűzi az ő példázataihoz újból és újból ezt a mondatot, akinek van füle a hallása, hallja. Mert sokszor nem akarjuk meghallani, és sokszor nem akarjuk meglátni. Az a példázat, amely elhangzott itt, a gazdag és a Lázár példázata, nagyon sokunkban talán azt a látszatot keltik, hogy itt tulajdonképpen egy gazdag és Lázár közötti történetről van szó. Hogy majd a szegény, az, akire nem figyeltek, az, akiről nem gondoskodtak, aki a szűkölködést élte át itt ebben a világban, majd ő megkapja maga jutalmát odaát. És a gazdag, aki szeretetlen volt, ő is majd megkapja maga büntetését. Pedig az példázat nem erről szól igazán. Arra az utolsó mondatra kellene figyelnünk. Arra az utolsó mondatra, amit Jézus így fogalmaz meg. Ábrahám szájába adva. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Mert mi emberek sokszor azt mondjuk, lássak valami csodát, lássak valami jelet, és akkor majd hinni fogok, akkor majd követem az Istent. Micsoda félrevezető gondolkodás. Mert az embernek rá kell döbbennie, hogyha Istent követem, ha Istenre figyelek, ha meghallom az ő szavát, ha megélem mindazt, amire tanít, akkor fogom meglátni a csodáját. Balikó Zoltán írja egyik igehirdetésében,
Még senki sem jutott hitre, mert csodát látott, de csodákat lát az, aki hisz. Szeretett testvéreim, Ábrahám így fogalmaz, az sem győzi meg őket, hogyha valaki a halálból támad fel, és úgy tesz bizonyságot Istenről. De igenis Isten szava az, amely szól, amely ma is megszólít, és amely azt akarja, hogy ne süketek, és ne vakok legyünk. Szeretett testvéreim, akkor, amikor egykor 46-48 között egy csomó embernek el kellett hagynia ezt a helyet, Bonyhádot, sokan tehették fel közülük is azt, a kérdést, hogy hol van Isten. De hiszem, hogy közöttük is voltak, akik tudták jól, hogy azon a nehéz úton, nincs telenül, egy új világban valami újat kezdve is, de Isten van velük. És azt gondolom, hogy pontosan ez az, amit mi is megérthetünk azok tanúságtételéből, akik ebben a nehéz helyzetben is igenis látták és érezték és megélték, hogy Isten velük van. Szeretett testvéreim, csodát lát az, aki hisz. Én azt kívánom ebben a mai világban, ebben a 21. században is, hogy keressük, kapaszkodjunk Isten szavába. Nyissuk meg a fülünket, nyissuk meg a szívünket, és halljuk és lássuk meg azt, hogy közöttünk van a feltámadott. Hogy közöttünk van az Úr. Így adjon áldást mindarra, amit ő cselekszik, az életünkben, a közösségeinkben, a gyülekezetünkben, és ő adjon áldást mindazokra, akik még valahogy nem akarják meghallani, nem akarják megérteni, és nem akarják meglátni, hogy velük is ott van az Úr. Így könyörögünk most, emlékezve azokra is, akik az elmúlt időszakban bizony a járvány áldozatai lettek. És imádkozva azokért, akik nap mint nap igyekeztek mindent megtenni, hogy életben maradhassanak. Mert Isten velünk. Isten közöttünk. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy együtt lehetünk a gyülekezet közösségében. Hallgathatjuk örök igédet, magasztalhatjuk szent nevedet, és megszólíthatunk imádságunkkal. Könyörgünk egyházadért. Ajándékozz meg népedet az egyetértés és a békesség lelkével. Oltalmazd és erősítsd az evangélium követeit mindenütt a világon. Add szent lelked világosságát egyházad előjáró. Részesíts bennünket a hit, a reménység és a szeretet ajándékában. Oltalmazd népedet minden bajtól és veszedelemtől. Tégy minket egymás őszinte testvéreivé. Áld meg az irgalmasság szolgálatát, a betegek, az ínséget szenvedők, a magukra hagyottak között. Mennyei Atyánk, hűséges Istenünk, a veszteség, a bezártság, a betegség, a tanástalanság terre sújtott minket az elmúlt időben. Gyászolunk. A te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Bocsáss meg bűneiket, és adj nekik örök üdvösséget. Tőled kérünk vigasztalást az itt maradóknak. Számba vesszük veszteségeinket, keressük egymást az újrakezdés lehetőségét, és keressük téged, az élet urát és megtartóját. Kérünk szent lelked által, mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik. Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy
megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet. Urunk, kérünk, vezess egyetértéssel népeket. Teremts békességet az országok között. Szabadíts meg a politikusokat, az országok vezetőit az önző hatalomvágytól, hogy a megértést és a békét munkálják. Így ajánljuk a te kegyelmedbe azokat a testvéreinket, akik egykor ebben a gyülekezetben hallgatták a te igédet, éltették meg a veled való találkozás örömét. Szomorú, hogy el kellett hagyniuk mindazt, amit felépítettek, amit őseiktől kaptak. Kérünk, bocsáss meg azoknak bűnét és vétkét, akik elkövették e szörnyűségét. És légy azokkal, akik ezeknek a testvéreinknek a leszármazottai, hogy ne felejtsék el, honnan indultak szüleik nagyszülei. Urunk, légy azokkal, akik emlékeznek ezen a vasárnapon. Kérünk, adj kedvező időjárást, áld meg a földet, áld meg a munkánkat, hogy örömünket is megtaláljuk benne. Könyörgünk kegyelmi időért a világnak és önmagunknak. Segíts, hogy komolyan vegyük és engedelmesen kövessük akaratodat, hogy ne éljen készületlenül az ítélet a számadás napjai. Hallgass meg minket, Urunk, és siess segítségünkre. Maradj velünk szent igéddel és szent lelkeddel, hogy a hit harcát győztesen harcoljuk meg, és elnyerjük az örök élet koronáját, melyet megígértél a téged szeretőknek, szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Most pedig a gyónásra, úrvacsorára készülve a 308-as énekünk első versét énekeljük, az úrvacsora alatt pedig majd a 11-es liturgiához lapozzunk. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat.
Az Úr Jézus Krisztus apostola pedig így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után mindazok, akik élni kívánnak az úrvacsora szentségével, felállva feleljenek a gyónásik kérdésre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Vallod. Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottál. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Igyekezel. És végül hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem. Legyen népünk, ami hitünk szerint. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűnmélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozó legyenek a földön és a mennyben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvéreim. Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent. Méltó és igaz, élő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden ember, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az angyalokkal, az üdvözültek mennyei seregével és a földön küzdő egész Anya Szentegyházakkal együtt boldogan állunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük. Szent neved
hálát adott és megtörtént, tanítványainak adta is ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely tértetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely tértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer visszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön. Ezzel a harangozással a járványban elhunytak.